szakmámból adódóan volt már rajtam kopasz maszk. Valójában még nem voltam kopasz, tehát valójában még sosem toltam le teljesen a hajamat. Nekem ez a szakmámmal járó rajongás is benne van abban, hogy tulajdonképpen rém tetszik az, hogy ilyen sokan dolgoznak rajtam meg körülöttem most is, hogy ennek lesz majd valami izgalmas végeredménye. Most azért leszek kopasz, mert egy számomra rendkívül fontos ügy mellé igyekszem művész kollégáimmal és barátaimmal odaállni. Leukémiás gyermekek gyógyulására, gyógyítására hívja fel ez a kampány a figyelmet, amiben részt veszünk közösen. Az jut eszembe, ami ennek az egész mai napnak a lényege, és azok a kis emberkék, akik körülöttünk vannak, és szintén nincsen a fejük tetején most éppen haj, de nem azért, mert ők úgy döntöttek, hanem azért, mert most így kell ennek lennie. Hogy nekem is van gyermekem, kisgyermekem, naponta adok hálát az Istennek, hogy legalábbis a pillanatnyi tudásunk szerint egészségesek vagyunk, épek vagyunk testben és lélekben egyaránt. Éppen ezért kutyakötelességünk segíteni mindazoknak, akik adott esetben nem így élik most életük jelenlegi szakaszán. Néha eszembe jut nekem is, hogy bármikor utolérhet minket is rossz helyzet vagy tragédia is, mint ahogy ért már utol a családunkban az utóbbi években ilyen helyzet minket. És az életnek a velejárója az, hogy sajnos a betegségek is körülöttünk vannak, vagy bennünk vannak. Naponta én szerintem meg kell köszönni azt, hogyha nincsen baj. Tehát egyáltalán nem kell normális állapotnak, vagy általános állapotnak elfogadni azt, hogy minden jó. Viszont amikor minden jó, akkor azt tudni kell értékelni. Tehát nagyon sokszor, például azt is merem mondani, nagyon sokszor abból lesz a betegség, hogy az ember elégedetlenkedik az egyébként kitűnő helyzetével. Úgyhogy ez szerintem fontos tanulság. Apró cseprő betegségeken túlestünk, mi is, fiam is, magam is. És nagyon komoly betegségeken meg átestek például a szüleim. Édesapám olyannyira, hogy bele is halt, több fajta rák típus támadta meg egyszerre élete utolsó szakaszában. Édesanyámnak 11-12 évvel ezelőtt volt egy szinte végzetes sztrókja. Tapasztalat az van bőven. És éppen ezért azt merem mondani, hogy az derült ki rólam, saját magam számára, hogy én nem a feladós, meg a kétségbeesős, hanem a küzdős, meg a harcolós típus vagyok ezekben az ügyekben, akkor is, hogyha magamról, és akkor is, hogyha az enyémekről van szó.